Kedves kötelességednek tettél eleket, elnök úrnál vizitáltél. Ilyenkor mi áll az ember fejében, amikor végül is egy klub első embere köszönti Európa bajnoki ezüstérme kapcsán, meg hát az elmúlt öt év teljesítménye kapcsán? Nagyon örülök először is, hogy az MTK elnöke szívesen fogott engem itt az elnöki páholyban. Nagyon megtisztelő érzés, hogy így tudja az eredményeimet, és mindenféleképpen azon leszek, hogy a jövőbeli is majd így lehessen majd megünnepelni, hogy most itt megtudtuk. Már elkezdtük rá az alapozás, mivel meg volt a kétes kis pihenő időszak, amit az elbi, elbi után kezdtünk el. Mindenféleképpen az éremért fogunk menni ugyanígy, mivel meg fogjuk tenni a megfelelő előkészületeket ez iránt, és utána az elkövetkező célok pedig a, ugyanúgy a felnőtt Európai bajnokságon megvédni a címet, vagy akár aranyérmet szerezni, és az Európai játékok minzben amikor egyzéseteken járok, akkor azt látom, hogy fiatal kolod ellenére már példakép vagy. Ez mennyire változtatta meg az életet, hogy egy picit másként viselkedsz, hogy egy picit a gyerekek már oda jönnek, szeretnének megérinteni, és úgy tekintenek rád, mint egy igazi nagy bajnokra. Ennek nagyon örülök és nagyon boldog vagyok, hogy itt tekintenek rám, mivel én az edzéseken teljesen közvetlen vagyok velük, én nagyon szeretem őket, szoktam is nagyon sokat foglalkozni velük, segíteni az edzőmnek, és örülök, hogy boldog vagyok, hogy egy ilyen példakép lehetek, és egy ilyen példát állítottam fel, hogy ezt szeretnék követni.